amiről még szeretnék beszámolni, az ismét egyfajta kultúraváltozást jelent, és fog eredményezni reményeim szerint. Itt láthatnak bizonyos jeleket arra vonatkozóan, hogy szeretnénk a Ferencesek utca felújítási projektet megragadni arra, hogy egy kicsit a fókuszba helyezzük, visszahelyezzük azt a célt, azon célunkat is, hogy a sétáló utcákban az őrült módon randalírozó vagy kerékpározó pécsieket vagy nem pécsieket arra kérjük, hogy legyenek szívesek, legyenek tekintettel a sétáló utcában közlekedő akár pécsiekre, akár turistákra. A célunk az tehát, hogy megszüntessük. Nyilván szép fokozatosan kivezessük azt a gyakorlatot, hogy valaki akármilyen okból gyakorlatilag végigvágtat egy sétáló utcán, akár Király utcáról beszélünk, akár a Széchenyi téren, akár a Ferencesek utcájáról beszélhetünk, mert ezzel veszélyezteti a mondjuk a kismamát, aki a babakocsiját tolja, vagy bármelyik sétáló. Tehát én magam is tapasztaltam számtalan alkalommal, hogy ez egy valódi veszély, nem csak egy látszat és nem egy populista intézkedés, hanem valóban a mindennapjainkban érezhető hatást kell, hogy eredményezzen az, ha elérjük végre azt, hogy ezek a biciklisek ésszel biciklizzenek, netán alternatív útvonalakat keressenek, ha már mindenképpen a sétáló utcán a két pontja között akarnak valamilyen módon átkelni. Úgyhogy a Ferencesek utcája felújítási projekt keretében egy figyelemfelhívó kampányt indítunk, amely keretében udvariasan, előzékenyen arra kérjük a biciklis társadalomnak azon szereplőit, akik eddig száguldoztak, hogy kérjük, legyenek tekintettel az itt sétálók, akár pécsiekre, akár turistákra, mindenkire, aki igénybe veszi, a reményeink szerint immár megújult és egész más hangulatot sugárzó Ferencesek utcáján. Köszönöm szépen a figyelmüket, én a magam részéről ennyit szerettem volna összefoglalva elmondani. A másik kérdés, hogy arra vonatkozott, hogy itt lesz a köztet felügyelet két kollégája, nem lesz itt. Tehát a célunk nem az, hogy testi, hogy mondjam, módon, testi erővel kényszerítse ki a Pécs város vezetése azt, hogy a kerékpárosok tiszteljék az itt sétálókat, hanem a célunk az, hogy egyfajta közösségi figyelmet fordítsunk arra, vagy próbáljunk meg arra fókuszáltatni, hogy közösen érjük el, akár az itt sétálók, azzal, hogy jól látványosan és remélhetően közérthetően világosan tesszük, szeretnénk, ha ez biztonságos sétáló utca maradna. Ezzel azt remélem, hogy az itt sétáló pécsiek is bátrabban mernek esetleg, ha mégiscsak előfordul egy szágoltozás, a nem tetszésüknek hangot adni, mert megvan hozzá az alapjuk. És a politikai szándék egyértelműen ez. Tehát reményem az, hogy közösen fogjuk tudni elérni ezt a kultúraváltozást, nem kényszerrel, nem gumibottal és nem köztet felügyelők jelenlétével, hanem a pécsi közösség együtt lesz képes ebben eredményesen fellépni. Először itt, aztán meg folytatni szeretnénk ezt tovább is. Cél közös. Azzal, ha így úgy sikerül bármely, akár hazai, akár külföldi diákot arra kérnünk, hogy ne száguldozzon, azzal azt gondolom, hogy egy külföldi diák közösség pécsi elfogadását is csak segítjük. Nem fog járni szankcióval, és sokkal, meg kell mondjam, sokkal vehemensebb és sokkal határozottabb fizikai akadályokat is megpróbáltam ebbe a projektbe beállítatni. Azonban pont hagytam magam meggyőzni, meg kell mondjam őszintén, hagytam magam meggyőzni a tekintetben, hogy, és valószínűleg hogy így helyes, hogy először megpróbáljuk a céljaink és a szabályaink megfelelő artikulációjával elérni azt, hogy mindenki, aki ebben érintett, ismerje fel, hogy egy megváltozott magatartást várunk el tőle. Amennyiben ez nem fog beválni, akkor lépünk más eszközökhöz, vagy nyúlunk más eszközökhöz, de azt remélem, hogy erre nem kerül sor. És akkor tovább akarják majd bővíteni, hogy akkor a belváros egész területére? Igen, mert azt gondolom úgy van értelme, hogyha azt szeretnénk, hogy Pécs turisztikai értelemben is, de nem csak, hanem a pécsiek, hogy mondjam, örömére,
valóban sétálható és biztonsággal sétálható várossá váljon, legalábbis a belváros tekintetében, akkor szükség van arra, hogy ezt a gondolatot és ezt az eredményt, majd ha lesz eredmény, kiterjesszük gyakorlatilag a belváros tárgyal. És akkor úgy, hogy következő nyárra akkor már mindenki megszokja, és akkor már az egész belvárosban vagy van valami határidő, vagy többé ér? Nem. Ez az első lépés. Uh-huh. Tegyük úgy, mondhatnám úgy, hogy egy kísérlet. Igazából a kísérlet legalább két célt szolgál. Az egyik, megnézzük, hogy a kalandozók, kerékpárosok hajlandóak-e változni. Egy-kettő, egy kísérlet arra, hogy megnézzük, hogy a pécsi közösség közösen nyitott-e arra, hogy megpróbáljuk a változásra, vagy magatartásbeli változásra ösztönözni a biciklizőket, és ha azt látjuk, hogy ez tényleg működik, akkor fogunk kiterjesztésről beszélni, tehát nincsenek nagyon merev határidők, se kőkemény számonkérés, egyszer szeretnék ezen az úton elindulni.